ezen a térképen, hogy egy más színnel van jelölve horvát és szlavón ország. Tehát itt ugye egyrészt a magyar lakosság aránya is minimális Horvátországban, bár történnek telepítések a 19. század végétől horvát területekre. Másrészt igazából az elszakadás, ugye az elszakadás, tehát 1918 után még a legvadabb magyar revizionisták sem gondolkodtak abban, hogy Horvátországot vissza kéne szerezni például pontosan ilyen etnikai okok miatt. Tehát a horvát különállásnak volt egyfajta közjogi beágyazottsága. Ugye 1868-ban, ezt nyilván az itt lévők tudják, hogy létrejött egy horvát-magyar kiegyezés is, aminek a eredménye az, hogy lett egy horvát honvédség, a Horvátországnak lett egy belső igazgatása, szábor, küldhetett 40 delegátust a budapesti parlamentbe, akik azt hiszem Bánfi Miklós csodálatos erdélyi trilógiájában van egy rész, ahol ugye mivel ők horvátul szólaltak fel a parlamentbe, viszont senki nem értette őket, ezért ilyen nagyon hosszú magyar gyalázó költeményeket lehetett felolvasni, különösebb szankciók nélkül. De mindegy, tehát a közjogi konstrukció maga megvolt, és ebből kifelag azért Horvátország nem a Szent Korona országa, de nem a Magyar Királyság része, nem tudom, hogy ez a finom distinkció érthető-e. Most, hogy itt rátérjünk a tulajdonképpen előadásunk témájára, itt elsősorban először Aponyi Albertnek a tevékenységével szeretnék foglalkozni. Ugye Aponyi, ott egy rossz dátum szerepel, tehát 1846-ban született, és 1933-ban hunyt el. Hát a már a korban, tehát amikor a magyar békedelegáció vezetője lett 1919 végén, ugye gyors fejszámolással ki lehet számolni, jóval a 70-en fölül járt. Egy elég impozáns kiállás, ez a képen nem látszik, de 197 cm magas volt, tehát egy ilyen sasorú, szakáll elképesztő jelenség volt, aki nagyon híres szónok volt. Herceg Ferenc az emlékirataiban a gotikus házba írja le, hogy amikor már mint herceget az írót indította a kormánypárt jelöltként a pécskai választókerületben, az Arad mellett van, akkor az ő Aponyi akkor éppen ellenzékben volt, és a herceg ellenfele, tehát az ellenpárt jelöltje meghívta Aponyit, hogy beszéljen a faluban, hogy hát tudja billenteni. Ugye Pécs alapvetően sváb lakosságú község volt ebben az időszakban, és hát eljött Aponyi vasárnap a templom után, ott föl van a pódiumon, Pécska főterén beszélt, mindenki zokogott, a nők nyomkodták a szemüket, a férfiak is elérzékenyültek, utána nagy fogadás a községházán, és akkor Aponyi megkérdezi, hogy hát ki, és kire fognak szavazni, és hát mondták, hogy hát Herceg Ferenc író és szerkesztő úrra. És Aponyi megkérdezte, hogy hát akkor miért bolondítottak engem ide? Hát azért, mert ha azt mondták, hogy szépen beszél, és akartuk hallani. Tehát, hogy volt egyfajta, most nem stand-uposnak nevezném, de egy elképesztő szónoki írneve, nem csak Magyarországon, hanem ő az Interparlamentáris Unióban rendkívül aktív volt már 1914 előtt, tehát külföldön is, és aztán a 20-as években ugye Magyarország Népszövetségi Fődelegátusa lehet, ahol szintén kivívott egy bizonyos respektust magának. Ugye most ami rá vonatkozik, ugye itt ez részben a 20-as, 30-as éveknek egy brosúra irodalma, és aztán később ezt a szép irodalom is átemeli, tehát például, ha valaki emlékszik, 88-89-ben nagy regényszenzáció volt Cseres Tibor Vizaknai csaták című könyve, ami egy az egybe átvett részleteket ebből a füzetirodalomból, amiben el lett mondva, hogy hát tulajdonképpen így a Clemenceau a meghallgatáson, tehát amikor 20 elején kiérkezik a magyar békedelegáció Párizsba, Georges Clemenceau békekonferencia elnök, hát ilyen rosszindulatú kérdéseket tesz föl Aponyinak, és így piszkálgatja, hogy hát itt vannak angolok is, akkor beszél angolul, és akkor Aponyi angolul beszél, itt vannak olaszok is, beszél olaszul, és akkor Aponyi olaszul beszél. Most a helyzet az, hogyha valaki megnézi a jegyzőkönyveket, nem volt ilyen piszkálódás, de az kétségtelen, hogy egyébként az egyes fejezeteket, tehát a beszédet alapvetően franciául mondta el Aponyi. És az egyes fejezeteket összefoglalta angolul, és a végén szólt néhány szót olaszul. De ezt nem külső pöcögtetésre, hanem saját kezdeményezésre. Mondjuk nekem legyen mondva, tehát gondolom, hogy önök is így vannak vele, nem biztos, hogy tudnánk három nyelven beszédet mondani ilyen szituációban. Tehát már ez is nagyon tiszteltreméltő, és ugye az a következő rész ennek a történetnek, hogy hát lepattantak az érvei. Most ez nem teljesen így van azért. Tehát jól látszik a különböző diplomáciai iratokban, és ez egy viszonylag jól feltárt mozzanat, hogy 20 február márciusában főleg a britek és főleg az olasz delegátusok elég erősen gondolkoztak bizonyos határmódosításokon. Magyarország javára Székelyföld nem került volna vissza, ez döntően a Csarlóközről meg egyes határmenti területekről szólt volna. Tehát úgy tűnik, hogy
hogy Apolnyi bizonyos fordulatai hatottak, sőt megtaláljuk egyes retorikai fordulatait Lloyd George beszédeiben. Tehát amikor Apolnyi azt mondja a beszédében, hogy úgy adunk át egyes magyarokat, egyes embereket egy másik országnak, mint egy marhacsordát, két héttel később Lloyd George egy brit belső levelezésben ugyanezt a marhacsordás fordulatot használja Csalóközzel kapcsolatban. Tehát látszik, hogy van valamiféle hatás. Úgy tűnik, hogy itt részben a francia ellenállás, részben ilyen eddig nem teljesen feltárt nemzetközi politikai alkuk miatt nem jött létre ez a határmódosítás. Legtovább az olaszok ragaszkodtak hozzá egyébként, de hát nekik nem volt kellő politikai súlyuk abban a kontextusban. Nagyon sokszor föl szokták róni azt Apolnyinak, hogy diszmagyarba jelentek meg, és hogy teljesen avit nézetrendszert képviselt az a beszéd, amit ő elmondott. Azt a beszédet ma valaki elolvassa, azért azt látszik, hogy abban minden végig van játszva gyakorlatilag. Tehát elmondja, hogy ugye van, beszél arról, hogy hát a magyar és a német faj, ami persze nem a fajt jelenti, ez inkább nemzetet jelent, vagy nemzetiséget, sokkal műveltebb, és hogy egy kevésbé művelt faj, mint a román vagy a szerb uralma alá nem lehet hajtani. De ez a korszaknak van egy ilyen erős szociáldarvinista kontextusa, ettől nem kell különösebben megsértődni. Tehát ez nem valamiféle faji felsőbbrendűséget jelent, ezt mindenki használta. A csehek is jönnek történelmi meg egyéb érvekkel, egymás között vagyunk, tehát megkockáztatnám kicsit kevesebb alappal, mint a magyar érveket. Tehát, hogy ez a típusú kultúrával való érvelés, tehát hogy nálunk sokkal többen olvasnak, mint nálatok, egyáltalán nem volt szokatlan. Ráadásul Apolnyi a beszéd végén azt mondja, hogy egyébként pedig fölajánljuk, hogy előre elfogadunk egy elszakított területeken tartandó népszavazást. Akármi is lesz az eredménye. Ami ugye az ő gondolkozásában is egy rettenetesen nagy ugrás. Tehát 1918 végén Magyarországon, ha valaki ezt fölveti, hogy ő népszavazást akar az elszakítandó területekről, az biztos, hogy megverik. Még a szociáldemokratáknál nagyon-nagyon óvatosan Kunfi Zsigmond, meg talán Böhm Vilmos fölveti 19 végén a minisztertanácsban, hogy lehet, hogy, vagy 18 végén a minisztertanácsban, hogy lehet, hogy akkor bizonyos területeket elvesztünk és ragaszkodunk innen a népszavazáshoz. De ezt a nyilvánosságot nem merik vállalni, ezt a dolgot. Tehát Apolnyinak magának is meg kell tenni egy hatalmas utat, hogy elfogadja ezt a népszavazást, hogy miért nem lehet népszavazás, ez egy másik történet, erről nagyon szívesen beszélek önöknek, csak ez nagyon messzire vezetne. Ez csak azt akartam mondani, hogy Apolnyi gondolkodásában, meg amit ő képvisel, abban elég széles a spektrum. Tehát benne van majdnem minden, ami a korszakban úgymond a békecsinálóknak elfogadható volt, hogy aztán miért nem fogadták el, ez egy másik történet. A többire most nem térnék ki, ezek nagyon összetett történetek. Az én személyes hipotézisem volt néhány évvel ezelőtt, hogy valószínűleg ez, amit már említettem, ez a brit és a olasz ellenkezés a magyar határokkal kapcsolatban, 20 február márciusában, ez valószínűleg egy közel-keleti problémával, egyébként a moszuli olajmezőkkel volt összekapcsolva.